Grozev mesterhármasával verte meg a Fehérvárt Ady Józsgyőr. A piros-fehérek szombat délután léptek pályára idegenben, a Fehérvár otthonában. A mérkőzés elején a hazaiak szereztek vezetést, ám a második félidőben csereként pályára lépő Grozev találatainak köszönhetően fordítani tudott a DVTK, és elhozta a három pontot. A mesterhármas szerző játékossal beszélgettünk. A labdarúgó NB egy 22. fordulójában Ady Józsgyőr szombaton idegenben lépett pályára a Fehérvár vendégeként. A kezdőcsapatban helyet kapott a piros-fehéreknél az új igazolás Rossi is, aki a mérkőzés 8. percében szabálytalankodott Petriakkal szemben. A játékvezető szabad rúgást ítélt, amelyet Húri ívelt a kapu elé, a labdára stopira érkezett és védhetetlenül fejelt a hálóba. 1-0. A 22. percben Dárdai lépett ki a labdával, de Malenica kapus jól helyezkedett, így nem tudta a társat megjátszani. Ezt követően azonban a DVTK vette át a játék irányítását. A 26. percben Hegedűs adott nagyszerű labdát Vanyecseknek, de ő a kapusba rúgta az ittszerét. Szinte egyből újabb helyzetet alakított ki a Ady Józsgyőr. Marin adta be a labdát középre, amelyet a kapus pont Max elé ütött, ám Fejesek kapu fölé ment. A 32. percben Marin kavargatott ismét a 16-oson belül, ám Kovács ismét jól állta a labda útját. A 42. percben egy fehérvári kontra következett, amelynek végén Zizi Vadze 1-1-ben került a Ady Józsgyőri kapussal, ám lövését elhibázta. A második félidő elején az 55. percben cserélt a Ady Józsgyőr. Rossi helyére Grozev, Max helyére pedig Drazsics érkezett a még hatékonyabb támadójáték érdekében. Ennek ellenére a félidő első nagy lehetősége a Fehérvár előtt adódott, amikor is Hangya beadása ment el mindenki lába előtt. Ezt követően a piros-fehérek kapcsoltak rá, amelynek meg is lett az eredménye. Grigics kevergetett a szélen és adta be a labdát, amelyet a csereként beállt Grozev védhetetlenül fejelt a hálóba. 1-1. Majd szinte lemásolva ezt egy perccel később ismét Grigics ívelte a labdát a 16-oson belőre, amit Grozev fejelt ismét a hálóba. 1-2. A 86. percben tovább növelhette volna előnyét a DVTK, Ivanovszki találta el a kapufát. A mérkőzés lefújásához közeledve a fehérváriak végeztek el szögletet, amelyből a Ady Józsgyőriek kontrát indítottak. Drazsics ugratta ki tökéletesen Grozevot, aki egy testcsellel becsapta a kapust és a hálóba gurított, ezzel mesterhármas szerezve és kialakítva a végeredményt. Fehérvár DVTK 1-3. Először is köszönöm szépen a játékosaimnak, hogy a mai meccsen igazi csapatként dolgoztak együtt, ez volt a siker kulcsa. Sok helyzetet kialakítottunk már az első félidőben is, de ezeket nem tudtuk értékesíteni, és a kapott gól miatt nehéz helyzetből kellett kijönnünk a második félidőre, viszont karaktert mutattunk, hiszen fel tudtunk állni egy gólos hátrányból, illetve a mai meccsen először a csereként beszálló játékosok is olyan teljesítményt mutattak, amit elvárok tőlük. A mesterhármas szerző Grozev azt mondta, a csapat mindent megtett a sikerért. Előzetesen is tudtuk, hogy egy nagyon kemény mérkőzés vár ránk, hiszen egy nagyon erős csapattal találkoztunk, akik nagyon erős játékosokkal rendelkeznek. Az elején már rögtön egy nagyon gyors gólt kaptunk, ennek megfelelően ki kellett jönni és el kellett kezdeni támadni, hogy ki tudjunk egyenlíteni és megfordítani a mérkőzést. Az egész csapat mindent megtett a siker érdekében. Sikerült is fordítani, és ezért nagyon boldog vagyok. A vezetőedző egyik nagy húzása a mérkőzésen Hegedűs középpályára való feltalása volt. Ez hozta meg a játékjavulását már az első félidőben. Nem csak az első félidő után, hanem már az első félidőben is volt változtatás. Hegedűs János a védelemből egy sorral feljebb került a középpályára, mert ott nem volt elég kompakt a csapat. Már ez is javulást hozott a játékba. A félidőben egyébként annyit mondtam a csapatnak, hogy ez eddig a legjobb meccsünk. Tehát ez volt az a teljesítmény, amit eddig is vártunk. Támadásban gyorsan tudtunk játszani, gyorsan járottuk a labdát, a széleken kettő az egy elleni szituációkat tudtunk kialakítani, és végül ez vezetett eredményhez. A csereként beálló Ady Józsgyőri hőst kérdeztük, milyen érzésekkel lépett pályára. Minden egyes alkalommal, amikor pályára lépek, akár kezdőként, akár csereként, arra koncentrálok, hogy mindent meg tudjak tenni a pályán. Mondhatni, lehet, hogy ez az én estén volt, de úgy helyes, hogy a mi esténk volt. Nem csak azért léptem pályára, hogy én legyek az eredményes, minden esetben a csapat a legfontosabb, a közös siker. Nem számít, hogy kilövi a gólt, a lényeg, hogy a DVTK nyerjen. A tavalyi szezonban az NB1 egyik kiemelkedő játékosa volt Grozev, ám idén a DVTK színeiben még adós volt a jó teljesítménnyel. A Fehérvár ellen kiemelkedő játékosról beszélt Zekics mester.
Két-három évvel ezelőtt én is fiatalabb és szebb voltam, úgyhogy az nem számít régen mi volt, viszont Grozáv egy nagyon jó kvalitású játékos, ezt minden edzése megmutatja. Fontos, hogy élvez a játékot, illetve az is, hogy igazi csapatjátékosként menjen ki a pályára. Az utóbbi hetekben nagyon jó teljesített az edzéseken, és most a meccsen is meg tudta ezt mutatni, tényleg le a kalappal a mai teljesítmény előtt. A mesterhármas szerző játékos szerint könnyű dolga volt a góloknál. Nagyon boldog vagyok, és így szeretném folytatni is. Grigicstől nagyon jó labdát kaptam mind a kétszer, úgy érzem könnyű dolgom volt mind a kétszer ezeket értékesíteni. A harmadik gólnál pedig még egyszerűbb volt a dolgom, a videóton hátrányban volt, kevés volt már az idő, és egyre jobban kitámadtak. Egy szögletük után Dražić megfutotta az ellenfelét, és egy szép kontratámadás volt, jó labdát kaptam, amit csak értékesítenem kellett. Az első két találat Grigics beadásából született. Grozavot a kettejük hangjáról kérdeztük, és hogy ezt gyakorolták-e az edzéseken is. A légiós elmondta azt is, hogyan élte meg a személyes gól nélküli szériáját, az emiatt nehéz napokat. Látszik, hogy van valami összhang kettőnk között, az első két gól után nehéz is lenne ezt letagadni. Edzésen is gyakoroltuk ezeket, tisztában voltunk azzal, hogy Grigic milyen keresztlabdákat tud adni, erre építettünk és építeni is fogunk a jövőben. Minden játékos feszültebb ilyenkor, amikor nem jönnek az eredmények, nem olyan jól szereplünk a bajnokságban, ahogy szeretnénk, viszont ez a győzelem segíthet abban, hogy megnyugodjunk, mostantól elkezdjünk sorra győzni, hiszen mindenki hisz abban, hogy benn fogunk maradni. A legfontosabb cél ugyanis az, hogy a DVTK jövőre is az első osztályban legyen. A bajnoki pontok gyűjtését pénteken este folytathatják is a piros-fehérek, amikor este 8 órakor a Mezőköves csapatát fogadják hazai pályán. Ám előtte még a sportműsorunkkal egy időben zajló, szintén Mezőkövesd elleni kupamérkőzésen diadalmaskodnak remélhetőleg.